Ahol van egy narcisztikus férfi, ott kell lennie egy narcisztikus anyának is, mondja Bánki György a belső gyermek és érzelemszabályozás konferencia beszélgetésében. Ebből is kitűnik tehát, hogy ez egyáltalán nem csak egy férfiakat érintő zavar. De miért lesz valaki narcisztikus? Gyakori, hogy a narcisztikus személy gyerekkorában mindkét szülő narcizmussal küzdött, vagy mondjuk inkább úgy, hogy mindkét szülő környezetében szenvedtek és küzdöttek az ő narcizmusukkal. Elég gyakori, hogy az ilyen szülők nem tudnak meleg, gyengéd, érzékeny odafordulást, szeretetet adni, hanem valahogyan inkább a szeretetet a figyelemmel helyettesítik. De mindenki érzi, hogy ez nem pont az, amire igazán vágynánk, csak nem tudják megfogalmazni, hogy mi az, ami hiányzik, mi az, ami itt nem stimmel. Úgyhogy áthatja a gyerekkort egyfajta hamisságérzet. Gyakori az ilyen családokban az érzelmi ráhangolódásnak a hiánya, vagy a félrehangolás. Sokszor az ilyen szülők, jellemzően az anya, nem arra az érzelemre hangolódik rá, amit a gyermek érez, hanem csak arra, ami ebből a szülőnek komfortos, elviselhető, szimpatikus, amit ebből ő meg tud fogalmazni, és úgy összességében a gyermek mindenféle érzéséből a kényelmetlenebbeket figyelmen kívül hagyja, arra nem hangolódik rá, azt nem tükrözi vissza. Ennek az lehet a következménye, hogy egyáltalán nem tudja a gyermek megtanulni, hogy milyen érzései vannak, mikor mit érez, és csak azokat tanulja meg felismerni, és csak azokkal tanul meg operálni és bánni úgy egyáltalán, amit az anya visszatükröz. Jellemző még a feltételekhez kötött elfogadás, szeretet, hogy nem lehet csak úgy szeretni a másikat azért, mert megszületett és van, hanem akkor fogjuk szeretni, hogyha hasonlít ránk, ha olyan, mint mi, hogyha jó a teljesítménye, hogyha teljesíti a hozzáfűzött elvárásaimat. A figyelem és az elismerés mellett, ami egyébként még így sem ritka ezekben a családokban, a mélyben meghúzódik egy nem annyira felvállalt elutasítás is a gyerekek felé. Észre lehet tehát venni, hogy egyfajta rajongás, túlzott és üres dicséret mellett ott húzódik a mélyben ez az elutasítás. Sokszor egyik vagy másik szülő a gyereket párkapcsolat helyettesítőként használja. Hogyha megromlik a kapcsolat a szülők között, akkor a gyerek lép fel úgy, mint akivel meg lehet beszélni a nehéz érzéseket, mint akivel a párkapcsolati problémákat meg lehet vitatni, akinek kikérik a szülők a véleményét a döntésekben, nem törődve azzal, hogy ehhez esetleg még túl fiatalok. Olyan lesz az egész kapcsolat, mintha lenne egy érzelmi romantikus szál a szülő és a gyerek között, még akkor is, hogyha nem történik semmilyen szexuális visszaélés látszólag. Legtipikusabban az anya szokott így viselkedni a saját fiú gyermekével, míg az apa alapvetően távol van, ritkán van otthon, de ha otthon van, akkor agresszív és fizikailag bántalmazó lehet. Amellett, hogy értjük, hogy miért lesz valaki narcisztikus, ezeket nem azért soroltam fel, és próbáltam itt elmagyarázni, hogy felmentsük őket a cselekedeteik következményei alól, de érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy nem minden arról szól egy narcisztikus életében, amit a felszínen mutat, hanem ott húzódnak a mélyben ezek a fájdalmak és nehézségek.